Sokszor kellett ezt a mozdulatot megismételni a zsűrinek az idei gerjeni borversenyen. Vörös, fehér és rozé mintákat is bőven kapott a zsűri. 26. alkalommal rendezték meg a településen a helyi gazdák éves versenyét. A zsűri elnöke azt mondta, 2019-ben kifejezetten nehéz dolguk volt, mert ritka, hogy egy kis településen ilyen sok arany, ezüst és bronzérmet is ki tudnak osztani. Itt nagyon sok szép borral találkoztunk, és köszönet a gazdáknak, mert ugyan a borversenyt azt több dolog minősítés és jelenti a színvonalat. Ugye elsősorban van, aztán a bírálat, színvonal és hát a rendezés. Itt a rendezés is nagyon jó volt. A gazda, akinek a leadott mintáját végül idén Gerjenkösség borának választották, arról beszélt, hogy hatalmas megtiszteltetés neki, hogy a zsűri elismerte az évtizedeken keresztül végzett munkáját. Mi nem csak hobbinak, hanem az életemnek tekintjük. Tehát én azt úgy fogalmazom meg, hogy az én életem hobbim, vagy hobbim az életem. Tehát innen is igaz, onnan is igaz. Hát ha én megtalálom az örömemet, a munka örömét abból, hogy állítok elő, mert az emeli az én szemembe az ázsióját, hogy másnak is ízlik. Gerjen polgármestere a borversenyről azt mondta, hogy az nem csak a helyi borászoknak fontos, hanem a település önkormányzatának is, hiszen azt mutatja, hogy a faluban jól működő civil közösségek vannak. Egy kis közösség számára nagyon fontos az, hogyha egy rendezvényt 26. alkalommal tudunk megrendezni. Ez azt gondolom, hogy a közösségnek az erejét is jelzi, hiszen egy nagyon nagy civil összefogás van mögötte. Minden évben körülbelül hasonló létszámban vesznek részt, és mérettetik meg magukat a borosgazdák. Nagyon jó hangulatú rendezvényt tudhatunk magunkénak. Én azt gondolom, hogy kifejezetten fontos ez a közösség életében. A borverseny eredmény hirdetése után a nevezők és a zsűri tagjai egy finom pörkölt mellett beszélték át az este tanulságait.